Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Citroen C4 kaktusszal, ami ugye második generációnak is tekinthető, bár inkább egy frissítés. Eltűntek az oldaláról a hatalmas és strapabíró műanyagbetétek. És ugye nem csak onnan tűntek el egyébként, hanem mindenhonnan. Mindenhonnan. Ugye az első generáción elő is és hátul is. Így van. Itt már kemény műanyagok vannak, amihez választhatunk különböző színű betéteket, de egyébként a küszöbök, az ajtók alsó részei, a kerékjáratok és a lökhárítók alsó részei is ezzel a praktikus, fényezetlen műanyaggal vannak burkolva. Ugye ez egy opciós elem, hogy itt fehér színű ez a betét, ez egy ilyen színcsomag, amit lehet választani. Itt is megvan a három osztatú lámpasor, ahogyan a mai Citroeneken is, ugye a Berlingón is, aminek a menetpróbája ma már olvasható nálunk. Itt is megvan a LED menetfénynél a Citroen felirat, és azt hiszem, hogy talán még az alsó blokkban is találtam ilyet, de lehet, hogy az a Berlingónál volt. Igen, itt csak a felső blokkba került Citroen felirat. Viszont ne vesszünk el a részletekben, a legfontosabb dolog a kaktusz esetén, hogy ez egy 4,17 méter hosszú autó, meglehetősen kompakt, ugye kiváltotta a kompakt C4-est is, és viszonylag olcsó. Az az érdekesség, hogy ez az autó olcsóbb egy picikét, mint a C3 Aircross. Ugyanis nagyon sok egyszerűsítés van benne, ilyen például az, hogy a hátsó ablak az nem engedhető le, hanem csupán kibillenteni lehet. Szerencsére itt azért még lehet, hogy a DS4-nél még ezt se. Nem tudom, az megvan-e. Vannak ilyenek. Viszont formára szerintem nagyon jó, nagyon egyedi, jellegzetesen Citroen. A csomagtere az egészen nagy, közel 360 literes. Elég mély és elég nagy. Van benne pótkerék is, ami 16-szoros, tehát az alapfelnivel egy teljes értékű pótkerék lenne. Ezen az autón a feláras 17-szoros kerekek vannak, tehát ezek esetén már csupán egy szükségpótkerék, de azért egy elég jól használható. Viszont ahogy látom, ebben osztottak az ülések, mert az előző generációban, én úgy emlékszem, hogy ott egybepad volt. Így van. Egybe háttámlával. És elől is eltűnt ugye az az egybe kanapé pad opciója. Az előző kaktuszban lehetett rendelni egy kanapé ülést előre. Ami egy olyan trükk volt, hogy középen volt egy ilyen párna, de nagyon-nagyon jó pofa volt. Viszont itt is nagyon-nagyon jó pofa az üléskárpit, és maguk az ülések is egy ilyen advanced comfort, azaz fokozott kényelmű ülések. Nagyon jók, én a hétvégén elég sokat autóztam ezzel az autóval, és kényelmesek. Pont jó a tartásuk, de azért az átlagnál talán puhábbak, ugyanakkor ezt egy ilyen kemény párnázásúnak mondják. Jó blokkok vannak benne, kellemes tapintású, tényleg kényelmesek. Pont, hogy nem mondanám keménynek egyébként, annyira süppedős. Igen, egy süppedős. Franciás fotel. A frappáns dolog ebben az autóban, hogy ugye alapvetően egy olcsó autó, belül kivétel nélkül kemény műanyagokkal, viszont a formák azok annyira egyediek, annyira szenzációsak, például ez a kesztyűtartó is, ami egy kis ládika, hogy az ember imádja az egészet úgy, ahogy és ezek van. A pöttyök, azok tudod, hogy mik rajta? Azok már ilyen csúszásgátló pöttyök, hogy bármit odaraksz, az ott megmarad. Csak egy kis apróság. Egy apró digitális műszerblokkunk van, adok gyújtást, és akkor látható. Egyébként rengeteget változott így formavilágára, ugyanis ugye középen egy ilyen tök hagyományos kézifékkart kapunk például, ami a réginél, ez a bungszli volt, én úgy emlékszem. Ugye egy kis digitális műszerblokkunk van, ami nem tartalmaz fordulatszemmérőt. És az alapáras, tehát hogy ez azért ennél ugye nincs más, ez az egy kijelző van hozzá. Ez az egy kijelző van. Tehát ez az autó egyébként egy szinte csúcsfelszereltségű példány, ugye ez a Shine verzió. Egyébként ez a 110 lóerős turbós benzinmotorral 5.060.000 forintba kerül a 300.000 forintos árkedvezménnyel. Ebben az autóban benne vannak ugye a sofőrsegéd, 12 sofőrsegéd van az autóhoz, ezek gyakorlatilag benne vannak, tehát első-hátsó parkolóradar van benne van a kamerarendszer tábla felismerővel, sávtartó automatikával, van holtérfigyelő, tehát ez tényleg elég sok mindent tud, itt mutatom is a kijelzőn,
holtérfigyelő parkolás segítő, benne van a start-stop rendszer, az egyébként automatik, vagy alapból benne van. Ez a drágábbik navigációs fejegység van benne alapból a Shine-ban. Egyébként miután kábellel a telefonnal összekötve Android autót, illetve Apple CarPlay-t is tud, túl sok értelme nincsen ennek a TomTom alapú navigációnak, de ez is benne van. Nagy szívfájdalmam, hogy a klíma az szintén csak erről az érintő panelről vezérelhető, és például, hogyha fedélzeti számítógépet szeretnénk, akkor például hangvezérléssel is akár előhívhatjuk, és innen hangvezérléssel is szabályozhatjuk például a hőmérsékletet is, de elég macerás a rendszer, talán nyomkodni még mindig egyszerűbb, és megmutatom a legjobb dolgot, hogy ezzel a 110 lóerős turbomotorral is nagyon-nagyon kedvező a fogyasztás. Ugye az elmúlt közel 560 km átlaga 5,5 liter, ez gyakorlatilag egy nagy vegyes átlag, autópályázással, némi városi szakasszal és persze országúti autózással is. Autópályán is jól használható ez a 110 lóerős benzinmotor. A 130-as tempó az abszolút nem gond neki. Országúton tényleg visszakapcsolva lehet előzni is. Szerintem teljesen jó hozzá. Nem választanám másik motorral ezt az autót, az biztos. Egyébként a 82 lóerős CO benzines az hamarosan ki fog futni, és ez lesz az alapmotor. Van dízel is, lesz ez az 1.2-es 130 lóerővel is, viszont szerintem tökéletes hozzá ezzel a 110 lóerőssel is. Ugye opcióként van 6 fokozatú automatával is, és ebben az autóban még az 5 fokozatú kézi van benne, de hamarosan belekerül ebbe is az a 6 fokozatú kézi, ami például már az új Berlingóban is benne van. Ha már itt vagyunk középen, akkor azt elárulod, hogy miért van ott az a pohár kávé? Talán láttátok már azt a reklámfilmet, amiben a sietős és szétszórt apuka reggel a gyermekét az iskolában letéve az autó tetején hagyja a kávéját, de az a kávé nem ömlik ki, amíg ő beér a munkahelyére, és onnan simán fel tudja venni. Ugyanis a C4 Cactusben a 82 lóerős alapmotort leszámítva egy ilyen progresszív lengéscsillapító van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahol a hagyományos lengéscsillapítók már felütköznek, ott ez még rendelkezik egy csillapítóbetéttel. Ez egyébként egy 20 szabadalommal védett eléggé speciális rendszer, egy hagyományos mechanikus lengéscsillapító, de tényleg a Citroenektől megszokott komfortot hozza. És ugye a reklámfilmben átmegy fekvőrendőrön, mindenen van tempós kanyar. Így van. Most mi is ide, ahogyan bejöttünk, egy ilyen jó kis huppanon kellett keresztül jöjjünk, úgyhogy majd teszteljük ezt. Egyébként tényleg nagyon kényelmes ez a futómű. Például az Orci úton, ahol remek villamos sínek állnak ki az útból, ott is nyugodtan át lehet menni normál tempóval, nem szükséges nagyon lelassítani, ahogyan egy hagyományos autóval. Tehát nagyon-nagyon kényelmes tényleg ez a futómű. És egyébként a Citroen az szerintem most elég jól rátalált arra, hogy a márka fő értéke az a kényelem, és ezt elég jól hozzák az autói. És ez az autó pláne nagyon jól hozza, tehát ez a futómű tényleg nagyon el van találva. És egyébként azt gondolom, hogy miután jártam a C3 Aircross-nak két verziójával is, és most ezzel is elég sokat autóztam, ez egy sokkal jobb vétel, mint mondjuk a C3 Aircross. Nekem jobban bejön az, hogy nagyobb a helykínálat benne, mindjárt beülök magam mögé, és megmutatom. Ebben az autóban 4 felnőtt is elfér gond nélkül. Tehát ez tényleg jó helykínálatra. És ugyanakkor egy hajszálnyit olcsóbb, mint a C3 Aircross, ami persze SUV, egy picikét divatosabb, de gyakorlatilag ennek is egy SUV-s külseje van, viszont egy jó helykínálatú autó, egészen jó ülésekkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy jó pofa választás. Ez a panoráma tető egyébként egy 160 ezer forintos extra, emlékeim szerint, és az a különlegessége, hogy nem rendelkezik külön árnyékolóval, hanem, és nem is nyitható, hanem nagyon erős UV védelme van, ami tényleg egészen jó, nem melegszik alatta az autó olyan mértékben, mint egy hagyományos panoráma tető alatt,
Persze azért azt nem mondom, hogy ez most hűvös lenne, ahogyan süti a nap, ez is azért melegszik természetesen, de elég jó védelem van rajta. Itt hátul is természetesen kemények az anyagok, de van itt egy felső rekesz is az ajtóban, van egy akkora alsó, ami ugyanúgy elbír másfél literes palackokat, ahogyan az elsők is, tehát egyébként egy elég jól használható autóról van szó. És akkor most szerintem beindítom a motort, ami alapjáraton egész csendes, mondhatni némának is, egyenletes járású, tehát alapjáraton nem mondjuk meg, hogy ez egy háromhengeres motor, húzatáskor természetesen hallhatóan háromhengeres, de egészen jól mozog vele az autó, és jól is fogyaszt. És most felteszem azt a kávét a tetőre, és megnézzük, hogy... Igen, mert most már engem is nagyon érdekel. Szét fog el, nem. És azt mondjuk, hogy nem próbáltuk ki előtte, úgyhogy... Nem, nem próbáltuk ki. Vettünk egy jó masszív kávét, úgyhogy hogyha ebben kiborul, az akkor... Ebben az autóban nincsen benne az ülés előre fektethetősége, ami például a C3 Aircross-ban benne lehetne, mert hogy itt ugye a kényelemre vannak kihegyezve az ülése. Hova ülsz előre, vagy hátra? Hátra fogok ülni szerintem. Oké, akkor talán így jó lesz. És akkor... A tetejét vedd le. Ez az úgy nem lesz jó megoldás. No. Ha kilöttyen, akkor kilöttyen. Ja. Akkor löttyenjen ki rendesen. Hát ott van a kávém. Így van. Pedig olyan tettem, amit én akár meg is innék. Na nézzük. És ugye ott fogunk kimenni elől. Ez egy ilyen nagyon jó kis gödrös földút. Először mutatom, ugye stop-startos a motor, de most jár, és nem nagyon hallani. A tímet hallani. Ugye az apró turbos benzinmotoroknak ez egy nagyon jó pontja, hogy igazából zaj az szinte egyáltalán nincs. Igen. Na hát akkor kösd egy övet. Igen. Próbálok. Na nézzük mi marad a kávéból. Normálisan elindultam. Nem nézek fel, inkább az utat nézem. Igen. Ezt most csak úgy ott felejtetted. Ezt ott felejtettem. Hát figyelj, ezt eddig bőve jól kimozogta. Hopp! Ez az elindult. Jaj, de jól néz ki. Figyelj, de a kávé ott van. Kávé még ott van. Ez a Csurik töltött pohár lényegében. Hogy? De menjünk így azért, de úgy lennénk sülyeszerűek. Szerintem menjünk be, igen. Tegyük meg. Hopp, csúszik. Jaj! Figyelj, fent van még. Fent van, abszolút. Abszolút. Majd integetnek a Váci úton, hogy hello, ott igen, a kávé. Igen, behajtad a kávédon. Úgy vezess, ahogy szoktál. Én nagyjából így szoktam. Fú, most még jobban kilöttyent, úgyhogy átmentünk valami elég nagy... Bukkanón. Bukkanón, igen. Kíváncsi vagyok, mennyi marad a kávétból, amire beérünk. De a tető minden esetre jól fog kinézni. Abszolút. Egy a jó, nem fogja megmarni a lakkot, mert hogy üveg van fenn. Igen, abszolút. Gyűlnek a nézők is azért, ezt szerencsére érdekli az embereket. Nagyon is, jó. Hogy a kávé túléli az utazást. A kávé challenge. Igen. A piros lámpázást jól bírja. Mert én már a meleget kezdem rosszul bírni. Lejjebb vettem a légkondi. Igen. Egy laza jobb kanyar. Laza jobb kanyar, kiváló vációt, csatorna fedelek. Próbáljuk meg nem a biciklisre dobni. Igen. Hát csúszik. Ennyi volt. Most hagytuk el. Ennyi volt. Ezt a menet szél fújta le. Hát ja. 50-nél. És rászemeteltem a vácsit. Hát ez nem bírta túl sokáig. Na jó, de nem a futóművön múlott, hanem igen, a szörnyű menet szélen. Ahogyan elértem az 50 km/h tempót. Igen, pedig ugye azért abban a videóban is, amit a Citroen forgatott róla, abban Citroen. Is... Citroen, bocsánat. Viszont most megállunk itt a kedvenc nagy nyomású mosónknál, és lemosom igen az autót, mert ez annyira nem fog jól kinézni. Hát nem. Csapassuk le egy kicsit. Igen. Viszont... Azt hittem tovább fogja bírni. Én is. Túlzott gyors hajtásra sarkalla a 110 lóerős motor, de egyébként nem gyors hajtottam, mert itt 60-nal szabad lehet menni. Pontosan. És lehet, hogy ha egy rendes bögrével játszottuk volna ezt el, akkor... Lett volna akkora súlya?
Igen. Viszont az csúnyán összetört volna a Váci úton, és csúnya szemetelés lenne, úgyhogy azt azért nem tesszük meg. Ez pedig egy levonuló papírpohár volt. Amit nyilván nem, szintén nem szép dolog ott hagyni, de veszélyesebb dolog talán visszamenni érte. Úgyhogy most ezt a munkát meghagyjuk az utcatakarítógépnek. Bízom benne, hogy ide is eljut olyan. És akkor egyébként még annyit mondok, hogy a helykínálat, a belső szélesség ebben az autóban is szerintem teljesen jó. Tehát egy ilyen teljesen jó, kompaktos helykínálat van benne. Nincs senki a mosóban. Tökéletes. De egy autó van, de a másik hely szabad. És akkor nem elég, hogy feláldoztam egy kánét, még egy százast el kell költenem a mosásra is. Ez egy ilyen spórolós autóban fáradt. Hát figyelj, azért egyébként ez egy spórolós autó. Ez egy izgalmas challenge volt. Abszolút, tehát hogy megérte, az kétségtelen. De jó pofa volt, ahogyan az autó is, és pont ez a jó pofaság benne van. Aki értékeli ezt, az szerintem szeretni fogja ezt az autót. Komfort és jó pofaság. Alapvetően ez a két fő elem van benne, és ezeket gond nélkül hozza, úgyhogy szerintem egy szerethető autó. Pontosan. Én is imádom a stílusát, úgyhogy ez szerintem egy jó zárás lesz. Mi pedig most lemossuk az autót. Így van. További szép napot. Így van. Sziasztok. És ment a felvétel is?